városa. A Duna kékpartján 522 km területen fekszik. A balparti kékterületre épült a pesti, míg a jobbparti dombvidékre a budai város rész. Az ország közigazgatási és gazdasági központjában hazám lakosságának 20%-a él. Így mintegy 2 millió, a túlváros vonzás közepében pedig 500 ezer a lakosok száma. A város szerkezetre jellemzőnek a keskeny utcák és a szűkös parkolási lehetőségek. A tömegközlekedés a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság bonyolítja, a hálózat hossza a városban 1100 km. Bár a tömegközlekedés igénybevevők száma a korábbi 85%-ról 65%-ra esett vissza, ez most is 4 millió utazást jelent naponta. A közlekedés lebonyolításához a BKV-RT szóló és csuklós trolibuszokat, villamosokat, az agglomerációba hív szerelvényeket, a Szabadsághegyre fogaskerekű vasutat, a Budai Vár és a Dunapart között siklót üzemeltet. A részvénytársaság tulajdonát képezi a Budai hegyekben üzemelő libegő is. A metró ennek a közlekedési rendszernek egy összefogó, meghatározó része. Metró a budapesti közlekedésben. A budapesti metró vonalai a város fő utazási irányaival egybeesnek, a legjelentősebb közlekedési csomópontokat érintik. Ennek köszönhető, hogy a napi utazások 18%-át bonyolítja annak ellenére, hogy a metróhálózat hossza 3,1%-a a teljes tömegközlekedési hálózat hosszának. Az egyes metróvonal 1896-ban helyezték üzembe. A vonal hossza 3,7 km volt, és a Városligetet kötötte össze a belvárossal. A tervezéskor az üzembe helyezésig 18 hónapra volt szükség. Az alagút közvetlenül az úttest alatt helyezkedik el, hossza jelenleg 4,5 km, 11 állomással rendelkezik. Az állomásokat fix lépcsőkön keresztül lehet megközelíteni. Több jelentős közlekedési csomópontot köt össze, naponta 103 ezeren utaznak rajta. Végállomása a mexikói útnál van, több autóbusz, villamos, trolibusz járathoz csatlakozik. Itt van a vonalhoz tartozó járműtelep is, ahol a járművek szervizelése és javítása folyik. Hősök tere. Jelentős turisztikai cél. A millenniumi emlékművel, képtárakkal. Oktogon. Itt van közvetlen kapcsolata a legnagyobb forgalmú villamos vonallal. Opera. Híres idegenforgalmi látványosság. Deák tér. Átszállási lehetőség az észak-déli és a kelet-nyugati metróvonalakra. Vörösmarty tér, végállomás. A belváros gyalogos zónájának központja. Az alagút méretei miatt egy nyomott űrszelvényű jármű üzemel a vonalon. Jellemzőit tekintve ez egy föld alatti, három részes, ízelt, alacsony padlójú villamos, ahol a működtető berendezések számára az üteskerek közötti részen lehetett helyet biztosítani. Hálózati feszültsége 600 volt, villamos kapcsolása hagyományos. A vonat befogadó képessége 189 fő, hossza 30,7 méter, vonat követési gyakoriság 100 másodperc. A diszpécser központ a mexikói úti végállomás épületében van. A technikai lehetőségek biztosítják a vonatforgalom folyamatos ellenőrzését és a szükség szerinti beavatkozást. Az utasforgalmat felügyelő diszpécser
az állomásokon elhelyezett kamerák segítségével figyelemmel kísérheti az eseményeket. Ha szükséges, tájékoztatást is adhat. Hangosítani, vagy elektronikus táblán keresztül. Az állomások nyitását, zárását is őrizi központilag. Minden állomáson teljes üzemidőben tartózkodik egy terrorügyeletes, aki jegyet árul, tájékoztatást ad, de fő feladata a vandalizmus megelőzése. A 2-es metróvonal a várost kelet-nyugati irányban szeli át. Pesten Budával köti össze, 1970-től üzemel, hossza 10,1 km, amihez 11 állomás tartozik. Van egy rövid felszíni és kéreg alatti szakasza. A belváros alatt mély vezetésű, a napi utasszám 438 ezer. A vonal kezdőpontja az Örs vezértere, a város legjelentősebb tömegközlekedési csomópontja. Innen több autóbusz, villamos, trolibusz és képvonal utasai biztosít gyors eljutást a belváros irányába. Itt helyezték el a járműtelepet telepet is, ahol a járművek javítása a karbantartásra történik. Népstadion. Jelentős városi és távolsági autóbusz közlekedési csomópont. Itt található az ország legnagyobb sportcsarnoka és stadionja is. Az állomás négy vágányú, ami nagy forgalom esetén lehetőséget biztosít betétjáratok indítására. A vonal innen megy át mély vezetésűbe. Keleti pályaudvar, az első mély állomás. Három csöves kialakítású. Három mozgó lépcső viszi az utasokat egy nyitott aluljáró rendszerbe, amelyen keresztül a keleti pályaudvarral és tömegközlekedési járművekkel teremt kapcsolatot. Deák tér. Itt lehetséges az átszállás a másik kék metróra. A Dunaparton. A metróhálózat egyetlen állomása, ahol a kijárat egy középület földszintje. Battyányi tér. Az aluljáró rendszer a legnagyobb forgalmú 7 végállomásával teremt kapcsolatot. Szín Buda egyik nagy forgalmi csomópontja. Moszkva tér. A budai város rész legjelentősebb felszíni tömegközlekedési csomópontja. Az állomás kiárata az autóbuszok, villamosok végállomásainak központjában helyezkedik el. Déli pályaudvar. A vonal végállomása. Kiárata a vasúti pályaudvar épületében van, de egy aluljáró rendszeren keresztül több villamos és autóbusz vonalhoz is kapcsolatot biztosít. A 3-as metróvonal a várost észak-déli irányban szeli át a pesti oldalon. Hossza 16,5 km, 20 állomással rendelkezik, és a napi utasszám 604 ezer. Kőbánya Kispest vasútállomástól felszíni szakasszal indul a vonal. A végállomásnak több autóbuszvonallal, a vasúttal és a metrójárműtelepvel van kapcsolata. Határút, kéreg alatti állomás. Úgy épült meg, hogy a későbbiekben elágazva a repülőtér irányába tovább építhető legyen.
volna a minden kéreg alatt folytatódik, majd a belvárosban négy vezetésűvé válik. Kálvin tér. Az állomás mozgó lépcsőn és egy aluljárón keresztül kapcsolódik a felszíni közlekedéshez. A 4-es metróvonal tervezett átszállóhelye. Deák tér. A 3 metróvonal csatlakozási pontja. Nyugati pályaudvar. Egyetlen két kijáratos mély állomás. Jelentős vasúti és felszíni tömegközlekedési csomópont. Innen emelkedik a vonal a Kéreg alatti szakaszba, ami a Váci út alatt folytatódik. Újpest városközpont. Ez ma a vonal végállomása. Az eredeti tervek szerint innen az építés a későbbiekben a Káposztás megyeri lakótelepig folytatódik, ahol a vonal második kocsi szintje is megépül. A járművek. A kettes vonalon 5 kocsiból álló EB-típusú orosz jártmányú vonatok közlekednek, befogadó képességük 890 fő. Az utastérben hosszanti ülések és oldalanként 4 darab kettős torkajtó található. A vonatokon 2 fő teljesít szolgálatot, az engedélyezett végsebesség 70 km/h. A járművet ellenállásos indítással és fékezéssel üzemelnek. Minden kocsi minden tengelyen hajtott. A 3-as vonalon 6 kocsiból álló 81-es típusú orosz gyártmányú szerelvények közlekednek, befogadó képességük 1108 fő. A kocsi utas terében az ülések hosszanti elrendezésűek oldalonként 4 darab 2-ös tolvajtó található. A járművek ellenállásos indítással és fékezéssel üzemelnek, a vonalon engedélyezett maximális sebesség 80 km/h. Minden kocsi minden tengelyen hajtott. A vonatok vonatvezető automatikával vannak ellátva, ezért csak egy fő teljesít rajtuk szolgálatot. A járművezető feladata az ajtók nyitása, zárása és a vonat indulásának engedélyezése. A vonat közlekedéséhez a parancsok a pályán a két sínszál között elhelyezett sugárzó kábelekről érkeznek. A vonalon közlekedik egy 6 kocsiban álló magyar gyártmányú vonat is, rugózása légrugó, padló szénszabályozással. Villamoshajtása szaggatós, fékezésnél visszatáplál. A vonatok mechanikusan működtetett, automatikus vonat megállító berendezéssel vannak ellátva. A vonatforgalom irányítása a diszpécser központból történik. A vonatok mozgását a panoráma táblán figyelemmel kísérik, és ha szükséges, beavatkoznak. A tényleges mozgást menetrendíró rögzíti, a személyzet intézkedéseit számítógép naplózza. A diszpécser és a járművezető között rádiótelefon kapcsolat van. Az utasforgalom irányítása az állomásokon elhelyezett forgalmi helyiségekből történik. A monitoron látottak alapján adnak tájékoztatást, állítják le a mozgó lépcsőt, vagy veszik le a pályáról a feszültséget. Ha szükséges, a szolgálatot teljesítő a helyszínen intézkedik is. Budapesten a metróhálózat utolsó szakasza 1990-ben épült meg. Ma nyugodtan elmondható, hogy ez utolsó pillanatban. Ha nem lenne ez a hálózat, akkor elviselhetetlen állapotok alakultak volna ki napjainkra a budapesti közlekedésben. Reméljük, az eddigi tapasztalatok elősegítik a még hiányzó építési szakaszok mielőbbi megvalósulását. Thank you.